Sziasztok! Újra itt. Nem is tudom, hol kezdjem. Ebből a közepébe talán. Ó, ennek a mai videónak nincs semmilyen különösebb célja, nem bunkerezés, meg nem... Mit tudom én. Ezt semmi extrát nem akarok bemutatni, egy kis túlélés, csak remélem legalábbis, hogy túl fogom élni. Hát a múltkor jó óta ugye tele vagyok ilyen lomokkal, amiket a bunkerben is találtam meg útközben össze-vissza. Roti, tereztem azóta egy ilyen MRO red dotot. Van egy crossbow, két pisztoly, fákja. Mi kell még? És hát szokás szerint a PvP területen vagyok. Ha máshol hát a kilőnek. Örülök, ha nézi valaki. De szerintem azt a kastélyromot meg is nézem, ha már itt vagyok. Csináltam egyébként nemrég egy ilyen bunkerezős videót is, hogy kell megközelíteni, stb. Persze le is lőtt a Szentré, úgyhogy nem pont úgy sikerült, ahogy gondoltam. Valószínűleg azt mondhattam el, hogy egy az, hogyha hangos voltam, ugye túl későn és indultam, addigra vissza is fordult a robot. És érdemes ezt a nagy hátizsákot ugye önkorra így hát vagy kiüríteni, vagy hát hogy minél kevesebb súlyt vigyünk azért. Mert minél több súlyjal mész, annál nagyobb zajt csapsz a zombik. Ezeket megpróbálom így szépen óvatosba. Jön fel a nap. Pedig azt még nem is ittunk. Na nézzük. Itt volt egyszer egy ilyen kincses láda, elrejtős ilyen event verseny, nem is tudom mi nevezzem. Az igen. Fejére céloztam és így tarkon lőttem. Hello, 880. Neked is szép napot. Szóval volt itt egy ilyen event, hogy itt el voltak rejtve, mindenféle látták, mindjárt nem tudom, hogy hová voltak elrejtve. Mi többen kíváncsiak voltak rá, hogy hová tudtuk úgy elrejteni, hogy utolsót nem is tudom, szerintem egy több héttel után találták csak meg a háromból. Na jó, haladjunk tovább. Biztos lesz még zombi. Az egyik láda az ott volt fent, az ugye könnyen meg is lett, ott volt az ablakban. Aztán a másik az... Aztán így gyorsan megmutatom, az itt volt kint elrejtve. Hát ez egy körülbelül olyan szakasz van, hogy itt tudom, be volt rakva ilyen bokor alá valahogy a fal mellé. Az nem volt végülis annyira nehéz, annyira nem lehet alapból látni. Ilyen Imró, de mai program? Semmi extra, egy kis túlélős. És épp most magyarázom, hogy hová voltak elrejtve az egyik ilyen kincskeresőben a dobozok. Ugye kettőt azt megvettem, egyik itt volt fent, a másik az kint a fal mellett. A harmadik pedig, amit rettenően sokáig nem találtak meg. Az körülbelül egy ilyen helyen volt, most meg nem mondom, hogy pont ezen a helyen volt, de így itt volt bent gyakorlatilag alatta. És itt mászkáltak el, nem tudom hány, hát hogy még ott is van. És még ott is van. Hát le van zárva, nem én zártam be, úgy tűnik. Vagy már valaki lezárta rajtam kívül, de megtalálták végül ezt is. Szóval mindenkit mentem mellette szerintem kismilliószor is. Hát nem találták meg. Csak nagyon sokára. Hopp, egy veszítővas. Ezt már rakom is el, mert enyém az pont kuka. Még múltkor elhasználtam. Na, most jön az, hogy mit kéne eldobni. Hát semmit. Gyűjtő mindent is. Így is van. Most már lesz mi elfeszegetni.
Na jó, szóval itt volt elrejtve a három kis kincsesáda. Pedig még itt a vízbe is végignézték, úgy tudom, hogy a keresték ott is az elvetemültebbek. Ezt lehet, hogy el is rakom. Azt sem nem tudom, hol rakni a csoklomot. Hát még lesz zombi. Kettő is. Ez szokott lenni néha egyébként jármű. Abba reménykedtem, hátha most is, de úgy tűnik nincs. Hát ezzel meg nem még messzire. Ja. Van valahol egy vadmalac. Azt szalad. Hát azt már nem kutom le, mindegy. Jó, szóval van ez a szép várom, ez tök jó lenne egy tök olyan beépíteni valahogy, bár nem tudom, hogy lehet egyáltalán egy zászlót lerakni. Gyere meg is nézem. Hol vannak a zászlók? Jó, úgy is van. Hát nem. Pedig ez tök poján, itt is egy doboz, ez biztos valami craftolt. Á, nem engedi. Na, mindegy. Üres. Merre kéne menni? Fú. Nem is tudom. B2-es város, azt meg Kismilliószor megjártam, az kedvenc helyem. Szerintem a C3 felé veszem az irányt. Esetleg a nagyváros felé. Mert hogyha itt a... Hát B2-en voltam sokat. B3-ba nem tudom, nekem nincs semmi érdekes. Hoppá, közöbb elfutok itt a zombiba. Ja, igen. Nem már, ha be van töltve. Kicsit meg van messzerre vinni, hogy ne hozza ki minden zombit. Hát, ha addig nem csap szét. Szia, Big George. Na, sose fárad a zombi. Ó, csesz meg. Az. Hát igen, ez így nem kellemes. Na nézzük. Van nálam egy blokk is. Valahol. És talán van minden először is. Milyen kiderül. Igen, ezen viszont hangtompító nincs. Na jó, pucoljunk innen. Navinál jó a lút. Hát, oké. Egyelőre elpucolok innen gyorsan, mielőtt a többi zombi is meglepne. Na jó. Nézzük át ezt a felszerelést még egyszer. Van itt az a szép kis pisztoly, ami gyönyörűen beragadt. Jó. Szóval, hogy miért ne használjunk ilyen gyengébb minőségű pisztolyokat? Hol is van ez? 35%-os, hát ez ezért ragadt be. Úgyhogy erre a blokkra kéne átérni. Ez meg ilyen pénztartékben meghagyni. Úgyhogy már most le is veszem erről a hangtompítót és átrakom a blokkra. És azt rakom be ide a... Quick Access-be is. Így is van. Így jobb lesz. Ha találnék fegyverjavítót, akkor persze megjavítanám
De ha blokkhoz talán is lehet még egy terd, akkor el is dobnám szerintem. Jobban szeretem a blokkot. Lehetne van jó kis drop itt a közelben. Nagyvásban azt mondják egyébként, hogy nagyon jó út szokott tenni. Legalábbis most több embertől is hallottam, hogy katonát is többször találtak már ott. Vagy éppen karbonnyilvesszőt. Nekem ez számít mondjuk jó útnak. Na nézzük, éjjel szomjas. Hát most még jó minden, esetleg hogyha ha van nálam víz, akkor azt egy kicsit pótolom. Így áll Pista. Na nézzük csak. Benézek én ebbe a nagyvárosba. Hoppá, megint egy zombi. Na jó, hol az a blokk? Egy hagymába. Most akció van. Na, jön még valaki? Úgy tűnik nem. Na nézzük, 45-ös lőszerem van-e? Itt van. 9 méréseket. Hát azt majd máshova. Ez 80 szájkos pisztoly, ez még hibátlan. Van itt még 762-es SVD-hez, mindenhez van már előszerem itt. Ha meg valami hirtelen kell, akkor ott a soti. Ott is egy zombi. Vannak itt az őr. Most ha nem muszáj, akkor nem lövöldözök rájuk. Még crossbow-val se. Igazából nem fognak semmit adni, ami nekem hasznos. Be kéne kötni a sebeimet egyébként, az se ártana. Itt egy rongy. Hú, milyen lejtős víz, te jó ég. Itt aztán lehet víz is jelni. Na, szóval kb. Erre kéne haladnom. Csináltam vagy két napja egyébként a Sniper Elite 2-ből is egy videót. Hát nem azt mondom, hogy jól ment, de tök jó volt egy kicsit így a régi játékot játszani. Megmondanom se kell, hogy ott megvan a 144 FPS. Itt meg az valahogy olyan elhetetlen célnek tűnik egy 1060-as videókártyával. Pedig még nincs is minden maxon. Én most a felbontást is levettem Full HD-ra, ugye alapból egy szélesebb monitorom van ettől. És hát ennyi, még a render resolution is 90-en van, nem is 100-on. De hát ez a 10 szelek csökkentés, ez egy plusz 10 FPS jelentés, most jelenleg van 50-45. Azért ott még sokat számít. Jó, a templomban benézek, az biztos, mert
Valaki mondta, hogy ott is talált meg a katonát. Nem tudom én, hogy nem találok egy rohadt katonát. Hopp, egy zombi. Jó, hogy észrevettem. Na, ezt meg kell próbálni. Ott lesz még egy... Nincs betöltve, vagy nincs, hát... Szóval eltöltve kell berakni. Abba a bizonyos hátizsákba. Add vissza a nyilvesszőmet. Éj. Na nézzük, hát annál valami rettentő hasznos holmi. Hát, ilyenből van már kismérjó. Jó, csavarhúzónak kerültem volna, mert nem szokott lenni náluk. Őséget még nem találtam. Én múltkor gondolkodtam azon, hogy mekkora poj lenne itt rásni valamit. Egy ládát, mit tudom, idebek közé. Lenne valaki, aki a temetőbe keresné. Ó, Locked, nem áll. Kizárál egy templomot. Hihetetlen. Borzasztó. Igazán nem is vétető jól. Egy ajtót tudsz lezárni. Nem értem, miért kell lezárni egy templomot. Na de ott a rendőrség. Hát ha az majd beadja. Ide még vissza tudok majd jönni. Szerintem ilyen tollakat vadászni. Ami jó lesz majd a crossbowhoz lőszer készíteni. Vagyis hát lövedéket. Jó, itt van a kettő. Nagyon gyorsan ki kéne szedni. Azon gondolkodok, hogy találkozok valakivel, megpróbáljunk kerülni, vagy inkább próbáljuk meg elsúgyogni. Na, onnan kaptad, nem tudod mi. Na, hogy én is így legyek. Az érdekes, hogy egy milliméterre fölé céloztam, akkor nem kaptál. El. Ha fejre céloztam, akkor a mellkasába csapódik. Nem értem ezt a lövés néha, hogy működik. És meg pont fejbe, vagy... Na mindegy. Vannak ilyen furcsaságok. Itt lehet csavarhúzókar. Lehetne? De nincs. Van célna, azt fel is veszem. Abból varrókészet fog készülni, itt a tű is hozzá. Az mindig jó van. De a legjobban meg is találnám, hogy ez hol van. Hát ez a craft menü, ez... Nekem mindig átláltatom valahogy. Jó, tudom, ilyen vagyok a béna, de... Azért, na. Ráírtam kivirra, hogy mi újság. Még most írt vissza, hogy megy éjszakára. Na, szuper. 22-es lőszer kell nekem? Kell, felének. Ó, egy csavarhúzó meg is van. Na, ezért jöttem be.
Nálad nincs valami haver. Hát ez is jó, ez. És van érdekes, hogy a csomagolás az ilyen 10%-os volt, amit kivettem a 100%-os. Ugyanis szokott lenni lőszernél néha. Nem baj. Kérdezően is lőszer, hát... Ha találnék egy MP5-öt. Vagy mit tudom én valamit. És locked. Van is benne valami, vagy csak locked? Hát itt meg semmi van benne. Hover. Nézzük, van itt valaki. Na, ez amit hallok jobb oldalról. Betévedek. Meg kell nézni itt, hogy... Ja, igen, ők már fekszenek. Mennyi az idő? És ide kell bejutnom. És van egy... Azt a két veszőt, hogy csak felveszem. Felvenném. Ha nem menne ennyire, rettenetesen sok tusz nálam. Mi az, ami nem kell? Csináltam, hogy valaki készül, és van még egy tűm. Hát akkor ezt a tűt szerintem itt eldobom. Aztán... Ezt nem lehet rárakni valamire? Ragaszószalagból is van már kettő, úgyhogy az se kell. Jó. 45-ös. Itt is van 45-ös, ezeket is érdemes ezért összerakni. Megjött a drónom is. Na jó. Ide vele. 14 darab az nem sok. De legalább kevés. Safety pinbox annyi van, mert nem tudom hol rakni. Na ezt így gyorsan megnézem még, hát valami kis kóborcsavar húzó esik belőle. Hát egy red dot sight. Ez egy egész jó fajt red dot sight egyébként. Nem is tudom, lehet jobb, mint az MRO. Na majd. Ho, blokktár. Jó. Akkor most dobom ki a 19-11-et. Mert van két tárom a blokkhoz. Csak ezzel kiürítem a tárat. Jó. Hát ha kell valakinek, nekem nem. A másik tár. És ide vele blokk. Ami egyébként Glock lenne, de hát... Gondolom nem tudták licenszelni a nevét. Hát a 90-es lőszert meghagyom, mert az... Enni nem kér, hát ha valami jó lesz még. Baklava. Jó, három próbálkozás. Ebből kéne craftolni lockpicket. Még kettőt kiszedni. Innen. Szuper, és kell egy csavarhúzó. Ami itt van valahol, itt is van. És akkor szokásos törés.
És volt benne egy 50-es arany desszert. Ami tök jó egyébként. Vagy hát jó lenne, ha lenne hozzám mindenem. De nincs, úgyhogy ezt most itt hagyom valakinek. Ú, de gyorsan nyílt. Egy sima 350-es dezert, tehát most ilyen dezert bemutató lesz. Nem, már nehezebb. Negyvenes lőszer, na az jó. Az már jó. Méghozzá AP-s. Jó lesz ez. Úgyhogy ezt a Tartén szerintem fel is nyomom AP-val. Hogyha esetleg valakivel találkoznék, az AP-val a jobb esélyem van. Ugye az ilyen 9 műs. Itt van. A jobb esélyem van olyan szempontból, hogy mégiscsak úgymond ilyen páncéltörő, vagy páncélkönnyűen átütő lövedékről van szó. Rettentően vizelnie kell, hát legyen. Itt hörög egy zombi, lehet, hogy felettem van. Megnézem ezt a másik redotot, meg a kíváncsi vagyok, hogy ez melyik fajta. Á, ez sokkal jobb. Vajon jobban lehet benne látni nagyobbot. De mindjárt visszarakom az előzőt is. Na, ez ilyen halvány nagyon nekem. Sokat kitakar. Ó, szuper. De ezt még rá is tudom tenni szerint pisztolyra is. Ja. Na jó, hát kéne. Még csavarhúzó. Kint van, vagy bent van, vagy az emelet, ott, hoppa, hát azt nem kéne felébreszteni. Kicsit keményebb. Na, ezeket a garázsokat megnézni, de van még ebből. Ez a településen garázs. Ott szokott rá gyakrabban csarhúzolni meg az ilyen kis épületekben. Nézzünk csak be ide is. Hoppá, szia, hello! Vagy csak ott. Kilövöm, hogy ne legyen olyan hangos. Ide jön. Na gyere. Hát bírom ezt a horribást. Ó, az egy medve? Az egy medve. Na jó, hát a medve az nem játék, úgyhogy azt az jól elkerül. Itt pedig levegőnyilvessző látszik. Keressünk tollat. Többet nem is tudok elrakni, úgyhogy csak kihúzom ide a földre. És csinálok belőle egy ilyen tollkupacot,
Megint megtanul, hogy ez is hol van. Hol vagy toll? Fémdetektor, mindent lehet már csinálni. Hát ide raknám azt a tollkupacot. De, ja nem is, azt össze kell húzni egymásra. Ó, szuper. Itt már van egy 10-es csomag nálam. Hát akkor annyira nem is kellett majd gyűjtögetni igazából a tollacskát. Most már faragni kell egy kis fát, aztán lehet írtani a bokrokat. Csinálok egy pár nyilvesszet, mert az elég közel van. Megint is a legjobb helyen állok így kint a legjobban rálátható helyen. Wooden crossbow volt, itt is van. Hogy azért legyen ne ilyen 10 darabba szagáljak. Ez már úgy jobb mennyiség. Na nézzük, itt is szokott néha lenni használható cucc. Hát lőszer nem fog csinálni. Próbáld egyébként állítani a mikrofonnak a hangján, hangszínén is, hogy valami normálisabb hangzást lehessen elérni. Nem tudom, hogy sikerült-e majd, majd visszahallgatom. Úgyis úgy derül ki. Azt hittem egy katana. Hopp, szétcsavarhúzó. Még egy. Az már négy próbálkozás. Hát, most itt bizonyosan nincs szükségem. Megint észre lett egy zombi. Be kéne ide ugrani, hát itt bent is van egy. Ja igen, ott egy asztal a másik oldalán. Van nekem jó kis craftolt kardom. Az most pont jó, hogy nálam lenne. De nincs. Egy katana még jobb lenne. Igazából eddig két alkalommal volt már katonám. Mióta szerver megvan. És mindenkétszer elhagytam. Egyszer úgy haltam meg, hogy nem lett meg. Elmentem vissza. Egyszer meg egy killboxban, nem tudom milyen oknál fogva én bevittem magam egy katonát. És hát persze meg is haltam ott. És hát az szintén nem lett meg. Azóta meg nem találtam. Na nézzük itt még, hát ha van valami jó kis loot. Van egy próbálkozás. Kiveszem az ödiket is már belül akkor.
Na nézzük, mi lesz benne. Kezdjük mondjuk. Mondjuk. Ezzel a csavarhúzóval. Ezek voltak. Jaj, nem lesz meg. Még a kezdőzár is elrontom. Meg ez tényleg kezdőzár. Na hát egy 75%-os 9 milliós pisztoly, amihez most ezek a tárak jók lennének. De ezt szépen nem viszem magammal. Ó, elkezdett követni. Köszönöm szépen, ó. Ennyi jót. Tök jó, hogy elkezdenek követni ilyen néha igazából ismertelen emberek. Annyira hihetetlen. Régen igazából, amikor egyáltalán hallod az ember ilyenről streamre, és akkor emberek nézik azt, hogy valaki játszik. Annyira értetlen volt az egész, de aztán igazából én is elkezdtem nézni két ember, hogy játszik. Mert tök jó volt. Jaj! Utás. Na jó, ezt kéne úgy kiszedni, hogy... Hogy ne halljak meg. Na nézzük. Megfogunk tehát gyorsan visszacsukni, hogyha nem sikerül előni a lecsőre. Jaj! Ez már közel volt. Na jó. Itt jó is lesz. Ezt szaladja. A fejét kirúgnám még egy kicsit, tudom. Most remélem lejön. Gyere, gyere! Ó, itt vagy. Ó, bakker. Itt egy másik. Úgy van lábon, hogy kell. Ugye hatékony. Zombira. Remélem, hogy a blokkot nem dobtam el. Itt van. Nem láttam itt a kvikacetben, aztán előfordulod ilyen. Oh, fuck. Restart, 18 órás restart. Ami azt jelenti, hogy újra lehet lootolni. Kicsit várok a sztárány folytatásra. Mai napig szokott jelenni, hogy lelőtt a szerver, nem csak restart van. Pedig szerintem ez mióta megy az a szerver, azóta így van beállítva, hogy 6 óránként van egyszer restart. Úgyhogy kifigyeli olyankor a órát, amikor éppen benne van a sűrűjében. Na? Egyszer csak visszaenged. Jó. És miért egyébként lesz a Sniper itt kettő nevű játékot, amiről múltkor csináltam videót? Nem mai darab.
No, most már talán lesz valami. No. És újra itt. És lehet, hogy akkor még a zombikat nem rakta vissza, mert valamennyi idő kell, ameddig visszarakja őket talán. Szóval itt még gyorsan. Megvan mindenem. Igen, itt megtörtem mind a... Ja nem, most újra lesz feltörni. Szuper. Na kezdjük is el, mert így nem lesz itt ilyen nagy zombi áradat. Nem mozdul. Na most megmozdult. Nem tudom kinyitni a legkönnyebb zárcsát. Mi történt? Na mindegy. El is használtam az összes sarhúzót. Viszont, mivel restart volt, érdekes, hogy ezek itt maradtak. Mindegy, szóval mivel restart volt, ezért újra van lóter. Lóter, újra, ó, még egy emberó. Hát ez, ezen a helyen ilyeneket lehet találni, úgy látom, ez nekem való hely. Már rakom is rá. Erre is. Nem lehet rárakni? Nem, már pedig az tök jót volna. Benéve. Ugye szóval újra lehetne találni csavarhúzókat is akár. Ezeket is gyorsan megnézem. Egy flare. Hát... Látjuk, mire lesz jó. Kis víz. Hát az mindig jó van. Egyébként van egy fesztővason, szóval ki is tudnám feszegetni, de hát olyan sokáig feszegeti itt egy szappan, ez jó lesz. Ruhákat ki lehet rá mosni. Szóval olyan rettenetesen sokáig feszegeti, meg ugye megsérült utca, ami benne van. Majd nem tudom. Ha nincs más, akkor jó volt is, de... Ha van lehetőség, akkor jobb feltörni. Na nézzük ezeket is újra. Kíváncsi ezek, hogy most megint megtalálom azokat a csavarhúzókat. Jó, egy 3x3-as már van. Ügyesebbeknek az már 3 szekrény. Nekem lehet, hogy csak 2-1. Ó, vagy a bakancs, hát az nagyon kell. Alig feltűnő színű. Na jó. Még ezt gyorsan megpróbálom. 3 próbálkozásra jól emlékszem. És akkor 2 veszek már csak ki. Mert egy elméletileg van nálam valahol. Itt is van. És lockpick craftolás következik. Hello Tomi, köszi neked is jó játékot. És nézzük csak. Na, így már azért sokkal jobb. MP5 tár. Egy MP5-nek jobb merültem volna. Mondjuk hát tárnék lassan az igazi. Egy 45-ös lőszer. Szép átlan. Eddig. És egy zombi. Milyen meglepő. Hát ki kéne zárni a tetőről. Gyere.
Remélem be tudom zárni. Jaj, de nem magam előtt. Na jó, így is jó. Mert így viszont leugrok itt. Ó, ha tudnám, most a csavarhúzót berájtanám a szemébe annak a nyomva zombinak. Esze neked. Valami azt írja most, de egyszer tudja, hogy merre vagyok. Hát az jó. De szerintem összekeveri. Ez nem a B2-es város egyébként, Tomi, csak úgy mondom. Oh fuck. Tényleg, hogy legtöbbet a B2-ben szoktam lenni, de most kivételesen nem ott vagyok. Nézzük a zombi úrnál, mi van? Semmi. Nem, még egy. Még kettő. Ha ez sniper lenne, akkor most két lövés egyet intéztem volna. És hát egy lövés, vagy kettő, bocs. Új, van, maradj csak ott. De jó helyre kerültem. Na nézzük. Elég búgos el az ajtó. Búgos ugye nem volt, mert néha áthajolnak rajta. De így is jó. Na most meg hol a vesző? Kint maradt. Előbb még láttam. Nálad van? Hát persze, hogy nálad volt. Tényleg ráfeküdt, ne lássam. Tomi azt mondja, ő zárt el a garázsokat, úgyhogy tudja, hogy hol vagyok. Hát, Tomi. Nem lehet előre elbújni. Éppen csak. Van, akinek ez egy másodperc alatt sikerül egyébként feltörni. És még üres is volt, hát ez... szuper. Ismét csavarhúzó hiányt vette fel a fejét. Úgyhogy találni kell. Az már remélem meghalt. Ja. Ide a veszővel. Volt, hogy itt a tetején is találtam egyébként csavarhúzót. Hoppa, egy láda. Szerintem az egyik... és hogy kincskeresőhöz tartozik még. Lárja, néha ott maradnak utána. Hát itt semmi érdekes. Megnézem gyorsan a különálló garázsokat is. Az a ship W, akkor fut magától előre. Ups, egy csavarhúzó. Azt hittem lesz még egy. Na jó, és itt kéne lenni még egy garázsok. Azt mondja, hogy nézem, a konyhában szokott lenni. Hát visszamegyek, csak először azt a garázsra megnézem. BS nevű, illetve el kell követni. Hát köszönöm szépen követést. Ó, azt hiszem, ez kis vékony tervem úgyis, hogy a... csak úgy bárhol eltalálom. Ó, ne állj meg!
Tök jó, amikor így beragod ez a külső-belső nézetváltás, úgyhogy megüt közben. Na jó, közben tárasztam egyet a blokkkal. Úgyhogy meg is tankolom újra. És egy dobta a földre. Ugyanis lekerült a tár. Erre érdemes figyelni. Más a hangja, amikor eldobja meg, amikor elrakja. És még a sebemét is be kéne kötni. Hopp, és ugrottam pont egy zombihoz. És megint nem volt betöltve. Hát ez szikri. Hú, mekkora trükk volt. Itt el tudtam futni. Ő meg beakadt. Itt nem. Hogy van egy tűzjáték? Az kell. Nem mert kézbe fogni a tűzjátékot. Hát most ne lövöm fel akkor. Még az utolsó garázs megnézem. Aztán megyek vissza. Ez tökre úgy néz ki, mint a B2-es város komolyan. Annyi, hogy ott egy másik útnak kell lennie. Még pluszban. Annyi varrókésztem van már, hogy kicsit bezárom ide magam. 92, 94, 91, ezt javítom is. Meg ezt is. És egy bizonyos százalék alatt már kezdi elveszteni így a tárolókapacitását, tehát elkezd ilyen kis piros valami csodát megjelenni, ahol már nem tudsz pakolni. Hát a többi az még jó. Vissza szoktam zárogatni, biztos, hogy biztos. Na, bent vagy kint? Bent. Kint. Itt is, bent is. Ú, egy leopárd mintás. Hát azt most nem. Ő nagysága. Na, hát vissza. Hát de sajnálja. Na, akkor tartsd meg. Tartsd meg az apró, te mocskos állat. Abszint. Hát... Ez az most nem kéne. Na jó, vissza a rendőrségre. Ezeket lehet nem is néztem még. Ez ott egy ilyen saraggarázs sor volt. Hát jó sok garázs van ebben a kis faluba. Na, van itt egy autójavító, és hát nincs autóm, úgyhogy ezt most nem is javítom meg. Két aksi, és hát itt minden megvan, ami kell egy autóhoz. Majdnem. Ó, hát egy csomó csavarhúzom van már. Mit dobjak el?
Respektet meg adom valakinek, hogyha szükség lesz rá. Nekem ugyan nincs. Hát én bizony adom ezt a kulcsot. Van nálam egy másik is, egy kisebb. Hú, annyi csavarhúzom lesz most már, hogy mindent is feltörök. Baseball üdő. Szia, Loki. Mi a nagy helyzet? Na, semmi extra nincs felénk igazából. Éppen nyom ezt a betörődit. És mi újság fejed, inkább azt meséld el. Na jó, hát ennyi tolvaj tuzból már csak fog valami esni. Egyébként élünk, bírunk. Szerver az még mindig megy. Egész szép menni is fog, úgyhogy azzal hála jó, nincsen baj. Nagyon most sokan tarkóznak. Mindenki várja már szerintem gőzerővel a... Na, ja, oda be is dobom. Hát majdnem. Szóval mindenki nagyon várja már ezt a 0.5-ös patchet. Mindenki várja már ezt új patchet, hogy... Mikor lesz már, legalább egy új térkép lenne már, annak is örülnék, komolyan mondom, hogy nem hoznának be semmi extrát, csak egy új térképet. És hát úgy újat, hogy egy azt a nagyot, amit ígérgetnek. Jó ideje. Ugyanis azon már szép, van nekik a szép zón lehetőség. Már azzal lesz megoldva nálunk is a PvE és PvP elválasztása. És szerintem az rengeteg problémát megszüntetne. Úgy érve problémát, hogy ugye nem kell odafigyelni dolgokra, mert autonikusan nem lehet majd másképpen csinálni a dolgot. Hát amire ott az lesz, hogy PV, az tényleg PV lesz. És ugye nem a felhasználók lesz bízva az, hogy hogyan tartják be a szabályokat. Mivel általában nincsen gond szerencsére, azért mindig vannak problémásabb esetek. Nem, ott már majdnem lehet máshogy. Még azt sem bánom, egy kicsit finom hangon állnak rajta. De... már a jelenlegi változásokkal is szerintem szuper lesz. Közben itt töröm fel a szekrényeket ezerről. Hát nem sok minden érdekes volt benne. Még egy MP5-tár. Hát az nem sok. Az MP5. Na nézzük ismét, mit kéne eldobni. Valamit el kell.
Ezt kicsomagolom. A papír persze ott hagyja. Jó. Aztán... Hát én már ezt a tracert ezt inkább nem tartanám meg. Ez a part egyébként tök jó, hogy van, csak annyira sok helyet foglal. Lehet craftolni kérdettel kisebbet. Egy rongyot még eldobok. Na jó, nézzük. Már voltam. Nézzük csak itt mi jóviság. Jó, senki? Nem baj. Azt, ami első kifordul. Igen, eléggé húzzák ezt az új patch megjelenését. Valószínűleg tényleg nagyon sok meló is lehet vele. De se bánom igazából, hogyha az optimalizálást se fejteni kell, mert azért nem csak a nagyvárosba szokott azért lagolni. Hát igen. Aki írja, hogy inkább legyen ugye később készen, de kevesebb hibával, hát azt én se bánnám. Nem mindenki annak örülni, hogy minden kevesebb hiba legyen benne, mert azért... Hát na, a mostaniban még van bőven. Miért kiszedtem mindent? Na nézzük azt a konyha részt. Ez az. Évtipén, de jó, hát mennyi kell még? Ez... Inkább ezt eldobom, aztán ezt felveszem. Van még bőven. És tényleg volt itt egy sorhúzó. Tehát, nem semmi. És még egy. Tomi nagyon vágja ezt a témát, úgy látom. Mit hol kell keresni? És most pedig kilőjük a holdra ezt a flakont. Eltalálnék fel egy madarat, az tök poly lenne. Beles nézetből mondjuk. Szerintem közel volt. Na jó, ez a hely akkor... Ez talán most már... A lényeges része meg volt. Merre tovább? Marov vagy Mirkovci? Tökéletesen egy térképen is lehet látni, hogy melyik. Még ilyen lehetne jutni még. Településre. Ah, merre van? Arra van éjszak. Akkor körülbelül ebbe az irányba.
Sodrőszer ide vele. Mind kell. Egyszerre egyetem egyébként ide a egyik ilyen hídra is egy ládát, és nem is találtam igazából senkit. Nem tudom, lehet-e még így a vízbe craftolni, vagy belehúzni, de akkor még lehetett. A másik kedvencem ilyen rejtek hely, amit igazából nem is találtak meg soha. Áll jó ének. Az talán a hivatalos szervereken is használtam, meg magyar szerveren is. Na az úgy volt, hogy itt teljesen kihúztam a fal mellett odáig, hogy már kiírta, hogy ugye forduljak vissza vagy meghal, akkor egy kis visszább jöttem. És ott merültem le, és ott a fal mellé kraftoltam a víz alá, a tengerbe egy ládát. Nem volt könnyű a kibejutás. De hát ott persze senki nem keresi. Nem mint hogy lett volna valami bármi értékes, amit annyira el kellett volna rejteni, de... Hát majdnem. Na jó. Így is pedig fáradva. Ezért nem érdemes soha teljesen kifárasztani a karaktert. Hogyha van valami váratlan helyzet, akkor azért... Ne így járjatok, mint ugye most, hogy csak liheg, aztán nem halad. És így pedig sokkal gyorsabban fog regenerálódni. Érdekes helyes egyébként tényleg, hogy annyira beharangozták ugye ezt a nagy patchet, hogy majd lesz, és akkor hát mindenki szerintem egy kicsit korábbra várta. Aztán a nagy lelkesedésből igazából hát én több helyen is használtam, hogy mivel valószínűleg lesz vibe, nem legalábbis biztos, hogy lesz, de szerintem mindenhol más is lesz egy autonikus vibe. Sokan inkább bele se kezdenek most már ilyen új dolgokba. Mert hogy úgyis majd mindjárt jön a patch, aztán lehet, hogy még hónapok múlva jön. Annak tudnék talán legjobban örülni, hogyha egy olyan patch lenne, hogy dupla ennyi FPS-em lenne. Az tök jó lenne. De olyan nem lesz szerintem. Videókártyát venni meg hát a mostani helyzetben, hát... Igazából se... Pénze nincs rá embernek, legalábbis nekem biztos nem, hogy cseréljek valami időre. 10-60 a jobbra. Meg hát ugye el se érhető. Semmi normális videókártya. Még embertelen áron se. Igen, már is dobtam a kést, úgy látom. A bajonettet. Ki mivel nyomja egyébként? Miféle videókártya alapul a gépetekben? C1, jó, ez hol is van? Hát nem itt. Nem.
Hát odáig sose érek el. Ugye mindjárt összevizri magát. Jaj. Remélem, hogy nem kornázom meg a napon valamivel. Hát a kalóriával még jól állok. Merre menjek? Mondjatok egy tippet, merre menjek. Köszönöm. Nem tudom, hallottam egy lövést. Távol. Vagy csak valami random zaj. De mint hogyha onnan hallottam volna. Ami fogamzsimer van. Körülbelül délre. Még hozzá annál a gyár épületnél. Na majd kiderül. Egyébként próbálok eljutni abba a kisvárosba. Szóval adjatok egy tippet, hogy hová menjek. Merre induljak. Igen, most nem a B2-ben vagyok kivételesen. Azt már bejártam úgy eléggé szerintem. Képzel, nem tudtam, hogy hol kell, hogy hol van a B2-n belül a military, a bunker. Úgyhogy kétszer vagy háromszor mentem a rossz helyre, mire meglett. De jól meg akartam mutatni, hogy lehet jól beosonni, ilyen csendesen, halkan. Mert azért nekem az tök jól szokott menni, általában. Úgyhogy simán ki is lőtt a robot. Egy golyó kapott, aztán vége. Viszont 5 percet visszaértem. Szektorba mentem vissza, aztán tényleg 5 perc volt az út. Hú, mennyi csarhúzón van? Hát ez... Ebből még lesz valami. Loki írta, hogy ő most épp a farming szimulátorba tevékenykedik leginkább. Hát nem tudom, ez a farming szimulátor, meg még van egy-két olyan játék, ami annyira nem tud lekötni engem, nem tudom miért. Ez olyan, mint van ez a Euro Truck szimulátor. Azt még ki is próbáltam öcsémmel, nyomtuk is, szerintem ő a mai napig egyébként játszik vele, mert nagyon szereti. Egyébként is sofőrködik rengeteget, ilyen katonaságon belül is. És nem tudom, nekem egy idő után annyira nem volt érdekes, mert Big George a Daisy után kezdett el ismerkedni a Scum-mal. Én Daisy-ről csak olvastam, mégis nem kezdtem bele. Hát a Scum az olyan érdekesen jött nekem, mert véletlenül néztem egy streamet. Úgy ért véletlenül, hogy eljutottam a Steamet, és régebben ott mindig feldobta ezeket a kis videókat, hogy éppen ki mi streamel, és ott volt egy Scum. Nem tudom milyen meggondolásból rákattintottam, aztán beírták, hogy itt írja be a chatre, hogy ki, és akkor lehet hozzá egy kulcsot nyerni. Beírtam, akkor regisztráltam egyébként Twitch-re, abban a pillanatban. És hát, megnyertem. Úgyhogy tök jó. Na, itt a szappan, kérem szépen. Lessek el érte hajolni. Az a nagy helyzet, hogy ezzel lehet itt ruhákat tisztítani. Már mosok is meg minden szépen tisztára. Gyönyörű. De legalább jó vizes. Na, minden tiszta elmetrig.
majdnem. Aztán már csak meg kell majd száradni. És néztem egyébként nagy a nézettség is a Eutrek szimulátornak. Tehát, hogy azt ugye streamelik, sokan nézik is. Úgyhogy megy a dolog rendesen. Na, el is használtam az összes szappant. Legalább jó kis vizes lettem. Hopp, ott egy medve. Hát ez hol került már megint ide? Azzal nem kell összefutni. Úgyhogy innen el is pucolok. Nem is láttam még kidőlve ilyen fa darabokat, ágakat. Komolyan mondom, soha nem láttam így. Na mindegy, hát ennek is egy az ideje. És ott a kis páros, ahova éppen igyekszek. Azt hittem még egy medve. Ezeket elkerül inkább. Miért játszok olyan kevesen scamot? Szerintem azért, mert többféle olyan része is van, olyan rész egysége, amire van más játék, amit inkább használnak. Tehát, hogyha inkább ez a gyorsan fellútolod magad, és mit tudom én, PvP-znél, akkor ugye ott van a PUBG. Jó, más kategória értem, de ott is azon a gyorsan tudsz útolni, és akkor lősz gyorsan, és akkor így instant akció. Aztán túlélős részére is ugye vannak más játékok. Meg szerintem a túlélős játékok egyre után, ha csak a túlélésről szól, akkor már nem lesznek olyan érdekesek. Itt is lehet persze sok mindent csinálni, nem csak az, hogy túléled a napot benne. De sokan ugye nem szeretik mondjuk a PvP-t. És szerintem megunják egyre után a csak PvE dolgokat. Itt is lehet azért építeni. Vannak azért korlátai az építkezésnek is. Nem tudsz annyira igazán tényleg egyedit alkotni szerintem. Na, az a vadisznó meg engem fog megtámadni. Teljes nagy. Az igen. Teljes sérsége neki ront a kerítésnek. Igen, a PUBG az nekem is megvan egyébként. Viszont nekem már az akkor lett meg, amikor mindenki profi volt benne. Tehát ugye először azt is annyira felkapták, hú, hát az tényleg ugye hatalmas szél volt, ilyen hírverés az egésznek, mert mindenki azt streamelte, meg minden, ami a csapból is a PUBG folyt. És tényleg jó is volt egyébként maga az ötlet is. Az, hogy készítsenek egy ilyen játékot. De nekem már nekem hatalmas szívás volt úgy, hogy én ugye még akkor kapizsgáltam volna, hogy miről szól, elkezdtem volna. Mindenki más meg már tényleg már tudtam, itt milyen fegyverre, milyen tartozékot érdemes rakni, hova érdemes ugrani. Meg hát minden egyebet is, amit kitapasztal az ember igazából egy-két hónap játék után. És úgy már nem volt olyan izgalmas. És már a ismerősök is ugye, akik először játszottak vele, ők már addigra kezdtek úgymond most a milyen jó kifejezés, hogy úgy már kezdtek lekattanni róla. És hát egyedül meg mit tudom én. De csapathoz nagyon béna voltam. Volt egy csapat, akikkel úgy nyomtuk, régebbi játékokat is.
De hozzáképzés viszont annyira béna voltam még, hogy már nekem nem volt bőrökében ahhoz, hogy én lehúzom a csapatot, érted azzal, hogy megyek velük. De egyébként tök jó volt a PUBG. Szerintem 90%-ba falölt meg. Ez viszont a medve volt. Ott van. Ott a medve. Észrevett vagy nem vett észre? Megdobom egy lockpick-kel. Ja, nem lehet lockpick-et dobni. Szerű. Na mindegy. Nézzük, mi van itt. Ez nem kell. 5 táskám van egyáltalán. Nincs is. Most már van? Így jártam rakni a lockpicket. Régebben minden bokorba 5 táskát talált az ember egyébként. Nagyon idegesítő volt. Hát. Az egy medve, egy vaddisznó együtt. Mi a bánat? Hát ez jó. Hát vannak néhány fura párosítások. Hamza 5-5-5-4. Üdvitt, köszönöm a feliratkozást. Van egy Hamza nevű ismerősöm egyébként. Ez hogy bebugolt ide? Jó. Hol vagyok most? Itt vagyok, né? Erre kéne elosonni. El kéne menni a nagyvárosba. Ami pont erre felé megy. Talán. Tudom, mindig eltévedek. Szóval ez itt is. Itt erre felé kell menni. Jó. Milyen kihalt most ez a város. Ó. Oh. Egy sör, 22-es lőszer. Kréke, az jöhet. Hát még ezt is elsakom. Sose lehet tudni. Hirtelen kell valami, akkor azért legyen mihez nyúlni. Nem igazán szeretek egyébként ilyen nyílt terepen futkosni. PvP területen. Ja, tényleg. Azért megy, hogy merülnek a vadisz, nem tudják, hogy PvP terület. Hát tudja a fene. És nem megyek vissza neki elmondani. Meg végén megharasztanak. Ott meg még egy farkas is megy hozzá, úgy látom, nagy buli lesz itt. Hát nem tudom, én úgy vagyok, hogy PvP területen se kötelező megölni egymást, csak adott rá lehetőség. Most, hogyha csak egy magányos ember találkoznék itt, lehet én is megpróbálnám, izgalom kedvéért, de én mondjuk nem venném el a cuccait. Kivéve, ha egy katonája van, mert azt elvenném. De azt úgy elraknám, hogy de kötelező lenne.
Zombi, két zombi. Ezt egy kicsit meg fogom kilőni. Na. Ne bomolj. Be sincs tölt megint. Különös érdekes, hogy töltve rakod el. Egyébként most már van egy olyan beállítás, amit a Control-on belül, hogy csak addig néz a távcsőbe, ameddig nyomod arra a jobb klikket mondjuk. Tehát nem az van, hogy jobb klik és akkor úgy marad. Lehet ezt meg kell nézni. Overtube. Jó képességű. Na, ott is van. Volt azért kill, de nem mostanában. Még jó volt, amikor elvégként egyik városban volt, azt hiszem, hogy csigás íjjal, lehet a B2-be. Nem tudom. Lootolgattam, aztán megláttam egy valakit. Elkezdtem így szépen becserkézni, aztán észrevettem, hogy az igazából két valaki. De hát meglepetés ereje, nagyon sokat számít. Ugye mind a kettő sikerült kiszedni egy-egy lövéssel. Aztán leútoltam őket, beraktam a cuccokra egy dobozba, odraktam egy táblát. Írtam lokálra, vagy nem is a globálra, hogy aki meghalt, mit tudom én. Ketten meghaltak csigás, így lőtték ki őket. Na hát annak itt meg itt lehet megtalálni a utcát, hát ugye ők tudták, hogy hol haltak meg. Kiraktam egy táblát, és akkor oda is írtam, hogy onnan éjszakra a táblától. Sokkal később visszamentem oda, és még mindig ott volt a cucc, szóval nem jöttek vissza érte. Úgyhogy hát ilyen szempontból azért komolyan sajnálok néha rálőni bárkire is. Mert ugye tök izgalmas meg minden, csak ugye utána meg is bánja az ember, a jó most, akkor biztos izé szarul érzi magát, meg kilőtte valaki. Ja, lehet, hogy nem merek visszajönni, de pedig írtam, hogy nyugodtan visszajöhetnek, meg el is megyek onnan. Hát mondjuk, hát vagy úgy van, vagy nem, az is igaz. De mondom, nem mentek vissza, mert ott volt gyakorlatilag, nem is tudom mikor, sokkal utána visszanéztem, és mindig ott van, ugyanott volt rá, de ugyanúgy benne volt minden, szerintem. És nekem nem tűnt fel, hogy bármi hiányozna belőle. Hát azt tudom, kik voltak, de bocsi. Így utólag. Na nézzük, hogy áll itt a minden. Mert egyszer kicsit már kell csapolni. Jó iránytűt kéne találni. Majd craftolni legalább egy kezdetlegeset. Igen, ez lenne a játék lényeg, hogy mindig legyen résen, valóban. És tényleg a official szervereken ott még jobban éreztem ezt a, hogy hú, bármely sarokban ott lehet valaki. De ott is igazából ritkán találkoztál játékossal. Jó, annak idején, mikor kivéli a official szerveren nyomtuk, mi is mentünk, aztán aki tudtunk, becsergéztük. Akkor még a D4-es bunkerbe is rengeteget kempeltünk bent. Ezt a kempelést úgy érzi, hogy bementünk lootolni, aztán hogyha hallottuk, hogy bármilyen mozgás vagy bármi van, akkor jöttünk egyből oda, ahol tető lehet kimászni.
ahhoz a kibejárathoz. És ott lesben álltunk, hogy hát ott jön valaki, és hát elég sokszor azt jöttek. Mert ugye a D4-nél onnan könnyű menni. Legalábbis sokkal könnyebb, mint a főbejáraton be próbálkozni. És ott volt egyszer egy olyan, hogy kilőttem úgy valakit, hogy létrára ugye mászott le, én gyorsan kilőttem, és voltnál egy SVD. Hát az volt az első SVD-m. És nem tudom, hogy ez most bug volt-e, vagy az illető nem éppen tiszta eszközökkel játszott, olyan volt az első SVD, hogy kiírta, hogy egy darab lőszer van, de úgyhogy tár nem is volt benne, de úgyhogy 1/9600 valamennyi. Hát mondom, ez nem mi a bánat. No, az egy lőszert előbb, mert lőttem egyet, és akkor meg egyel kevesebbet ért, ugye, de még mindig 1/valamennyi volt. Így megint tudtam belőni. Kipróbáltam, hát akármennyit tudtam belőni. Hát lehet, hogy ott valami kis csalás volt igazából a dologban, hogy nem tudom, valahogy bebugoltották. És akkor gyakorlatilag, hát nem végtelen, de mit tudom, 10 lőést tudtál adni egy SVD-vel. És akkor még úgy nem is romoltak a fegyverek. Azzal szerintem falat lehetne bontani. Ugyanez mondjuk M82-vel, még SVD-ből is elég veszélyes, ha gyakorlatilag félautomatát tudsz lőni bármennyit. Szóval az official szerveresnek azért megvan a... vagy hát megvolt, nem tudom most milyen, mert ugye egy jó ideje nem is voltam official-on, de azért megvan a hátrűtői annak is. Hogy feljön valaki, aki unatkozik, aztán ilyeneket csinál. Nézzük, hogy állnak a skilljeim. Az IS-et már elég jó. Rifles is jó, boxing is jó. Futok is messzire is, lopakodok is. Hát látszik, hogy sokat vezetek. Járművel sincs már megint. Egyébként az a terv, hogy a következő térképen már 5 nap lesz az az időtartam, ameddig, hogyha nem nyúlsz hozzá a járművöthez, akkor el fog bugolni, vagy el fog spawnolni, annál nem is tudom, hogy despawnolni, hogy lenne ez a megfelelő kifejezés. Az ott nem egy rövögő zombi. Hát pedig az. Na mindegy, megnézzük közelebbről. Vagy nézzék, én olyan átvedegerem. Nem biztos, hogy ez most itt ideális. Ilyen távolra célozgatni. És tök érdekes, hogy mondjuk szerintem fingaszerűen ezt észreveszik a zombik és oda mennek, de itt felrobba mehetük egy valami kurva hangosan, tényleg. És senki nem vesz észre. Tehát ott ugyanúgy szédelnek tovább. Ezért vannak ilyen furcsa dolgok. Úgy kéne, hogy felmászok, vagy bemegyek oda, vagy felmászok a vadászásra. Talán szépen kilövöm őket. Vagy innen távolról, csak nem biztos, hogy általán. Hát jó étvágyat, Loki! Köszi, hogy itt voltál. Aztán hát, ha még visszajössz és találkozunk. Na, ez így. Kezdésnek jó. Hú, ez meg pont egy kicsit komolyabb, ilyen páncélosabb zombi. Mint a jobb az esése ennek a
crossbownak, mint eddig volt. Sokáig kb. Olyan volt, hogy itt nem is lenne esése a lövedéknek. Három lövés szerintem mind a három test volt. Ez az ajtó viszont itt igencsak nyitva van. Mondjuk biztos nincs az illető, hogyha ennyi zombi van itt. Remélem. Hopp, még egy. Hát viszont elég közel is van már. Ez most átment a vállán? Igen, totál úgy tűnt, hogy átment a jobb oldali vállán. Ezt most mellkasra. Vagy inkább hasra. Ez most ugyanaz a célozva fejre. Nem értem néha a működését itt a lövedékesésnek. Jól csináltam egy csomó ilyen lövedéket, mert már kifogytam volna belőle. Jó, egy pisztolyt én mégiscsak itt körülveszek. Itt hagytam nekem üresen a juice-t. De kár, de kár. Majd vissza a nyilvesszőket. Igazából nem is nyilvessző. Hát... Az a baj, a zombikon mindig annyira ilyen elhasznált ruhák vannak, hogy általában nem éri meg felvenni őket. M9-es tár, hát én már ezt nem gyűjtöm. Valahol itt még mindig hörög a zombi. Egy ordibál. M9-es pisztoly, hát. Egy folytában M9, M9. Hát azt nem kell. Ha felveszed ezt a Scarfot, akkor nagyon túlmegszik a karakter. Nagyon gyorsan. Szerintem nem érdemes. Max valami... Akkor lenne értem, hogyha meg tudna fagyni. Hogy tudna fázni. Lehet a következő úgy lesz. Egy Hunter. Hát... Nem hiszem el. Kéne hozzá a Hunter tárcső is. Meg egy hangtompító. Először se szedtem össze hozzá. Hát ezen kívül akkor... Vannak még ezek a kis vadászlesek. Ezeket még gyorsan megkukkantom. Hát ez se katona. Na nézzük. Mi lesz itt? Hát... Egy ötös csigás íróvaló ilyen site nézőke. De...
Attól szerintem jobb a gyárű. A legjobb pedig a három pines. Úgyhogy ezt 5-öset fel se veszem. Talán egy csigás ilyet, annak tudnék körülni a bőr. Csigás így meg karbonvesző az lépeszélyes párosítás. De innen körülbelül éjszak felé kéne nagyjából mennem. Egy kicsit nyugatra. Hát kb. Így. Na nézzük. Szerintem a nagyvárosig még megpróbálja eljutni, aztán majd ott tépek ki én is. Holnap megint kezdődik a nappalos időszak. Aztán pihenni kell. 4:15-kor kerek, úgyhogy úzós lesz, mint mindig. Ki mikor szokott kelni? Nem bizony mindenki home office nyomja. Tominak tudom, hogy online oktatás van. Ha jól gondolom, hát igen, itt volt a egyik bázisunk a egyik magyar szerveren, ami nem volt valami sikeres próbálkozás, meg nem a bázis. Szépen körbe volt kerítve, tök jó volt. Szép kirátással, minket is látott mindenki. Aztán adott a vége, hogy annyira aláknázták az egészet itt környékét, hogy csekkisebben nem tudtunk mozogni, úgyhogy hagytuk a fenébe. Nem véletlenül van ezen a szerveren például ez a szabály, hogy aláknál te bárhova. Csak saját bázis védelmére. Szerintem ez tök szívás, meg szivatás, hogy random helyekre kirakod az aknát. Sérettem. Na, Big George itt telepelt a single-ben. Hát amikor single-ben játszottam, akkor még nem volt ilyen bázis építés lehetőség. Meg régen még ugye fénypontból tudtad elfoglalni az ajtókat. Akkor még mindenki jobban farmolta a fénypontot emiatt. Ott van egy puska. Hát ez rendes egy hunter lesz. Az persze. Hát Hunter nem. Hát tök jó Hunter, ha nincs más. De én nem is tudom hol rakni. El se fér. Most nem mutatom végig az egész területet. Meg itt is szokott egyébként lenni fegyver, meg hátizsák, azt hiszem itt az alagútakban. Nem átra megszáradni. Mondjuk ennyi is húgy még elviszek. De szerintem az a szárulás már PvE területe lesz, nem PvP-be.
És át kell mennem egy hídon is. Vagy a C4-ben megyek át. Ott már van egy zombi. Jó messzire pakolta. Tök jó, hogy lenne egy opció, hogy ugye vannak mindenféle mozgások ilyen játékból, hogy itt integrálsz meg stb. És lenne egy ilyen zombi sétálás, így ilyen akarozva tudnál menni, mint a zombi lennél. Szerintem, hogyha úgy öltöznél fel, simán zombinak néznének. Aztán meglepődnének, amikor a tudom én öt táskádból vesz egy dezertet. Azzal lehetne meglepetést okozni. Vagy még ilyen hangot is tudnál kiadni hozzá, ilyen zombi hangot. Lehetne vele trükközni. Na, hol tartok? Hát akkor szerintem én átérek a C4-be már innen. Innen már oda esik közelebb. Hát mivel elfutok, azért egy kicsit itt megpihenek. Ne a mező közepén fogjon ki a lendület. Bár mivel gyakorlatilag semmilyen páncél nincs rajtam, így elég lenne egy lövés, akár. Hát itt egy vizelés is meg kéne ejteni gyorsan. Vizet is inni kéne. Azt lehet már közben is. Ez jó is lesz ez a orange juice szerintem. Én is ez van egy cukor. Szódium, ott is van, 19 százalék cukor. A 11 gram. Ból. Az hogy? Na mindegy. Igye meg aztán. Aztán annyi. Van egy ilyen opció, hogy egyikből a másikba áttölteni dolgokat. Először is meg tudnám tölteni valamivel. Gondolom a vízből töltött bele, nem? Hát remélem, hogy nem máshonnan. Eldobtam. Eldobtam. Hát vízből töltötte. Ugyanis nincs benne már több cukor. Kár érte. Kivál ügynök volt. Gyere, megdoblak egy pontával. Mekkora bális van itt. Ott van, de dobom alatt egy pontával. Nincs a kezemben már. Fenébe. Attól élek, pussá. Na mindegy, akkor innen éjszakra kéne haladnom. És akkor a sárga köves útra érnék. Mi lehet benne? Nem is tudom meginni. Én is akarom megtudni, mi van benne.
Alakul. Mindjárt kiérek a PvP-ből. Hát szerintem én ezt a sört csak megadom vele. Ha meg tudja inni. Hogy ne tudna? Nem ezek érde semmi különbséget. Azt a madarat kéne eldobni. Akkor, hát ez nem is tudja, hogy mert ezt eldobni, mint a műanyagot. De ezt a kis műanyagflakont, ez tényleg akkora távra eldobja, mint hogyha ágyból jönnék ki. Tök olyan egyszerű madarat ledobni vele. No, kiértem már végre, majdnem. Itt már nem kéne meghalni. Már kiderül. Még pár perc és odaérek. És meg is menekültem. Nem ilyen Escape from Tarkov. Escape from PvP. Ária. Nézzük ezt a... Most már elméletileg biztonságos területen vagyok. És itt lesz a híd is, ahol át tudok szépen kelni. Nekem is itt kéne valahol lennie a hídnak. Jó, ott van. Úgyhogy percekre vagyunk tőle. Mindig ott van a D4-be a drop. És itt a híd. Kicsit elképpen megy aludni. Jó hamar. És meg is menekültünk ismét.
ennyi lett volna már. Aztán meló után, 3 nap után ismét jövök. Ez lehet venni fejegedésnek is. Aztán jók lehetek ti is addig. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, meg aki kommentelt, meg stb. Igaz, hogy most ugye Twitch-en megy a stream, de mindig felrakom YouTube-ra is a videókat. Ott még esetleg nézhető formába is kerül olyan szempontból, hogy egy kicsit meg vannak vágva. Úgyhogy... Hát, ha tehetitek, akkor kövessetek ott is. Nem sikerül itt élőben elcsépni dolgot mindig. Úgyhogy további jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok!